Portfolio Trader, online kereskedési központ, Alpha Trader, City Index, Portfolio online tőzsde. Rodolfo annyit mondott, figyeld a kezemet, mert csalok. Az ezüst grafikonját vizsgálva, figyeld a technikai segédvonalakat, és megérted, miért valószínűbb inkább, hogy az ezüst lejjebb kanyarodik, és célba veheti akár a 13-14 dolláros árfolyam szintet is. Jól látható, az ezüst árfolyam mozgása már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen csökkenő tendenciát mutat. Az is jól látható, hogy az elmúlt hetekben a korrekciót kijelölő emelkedő trendvonalát áttörte. Ezek objektív dolgok. Mind a mellett kirajzolódik, hogy egy épülő lendület alakulhat ki a nemesfémen, hiszen egy ékszerű mozgásban mozog az ezüst árfolyama, és tudjuk, hogyha egy ilyen ék alakzatból lefele tör ki, akkor bizony-bizony nagy erővel szaladhat az árfolyam mozgás, hiszen ebben az esetben az ék alakzat egy heves mozgást vetít előre, amiből az árfolyam akár célba veheti a 14 dolláros korábbi mélypontot. Ha jobban megnézzük, akkor nem tűnik irreálisnak a dolog, hiszen a 15 dollár 40 cent korábban nagyon-nagyon szépen megtartotta a korrekciós mozgásokat, kialakult egy erős támaszszint, egyszer visszapattant, még egyszer visszapattant, majd még egyszer visszapattant, és most támadja az ezüst árfolyama negyedszerre. Tudjuk, hogy a harmadik támadás vagy a harmadik támadás után egyre valószínűbb, hogy át fogja vinni a technikai szintet. Nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy heves mozgás alakulhat ki, akár az amerikai munkaerőpiaci adatra csütörtök délután. Köszönöm szépen már a figyelmeteket, sok sikert kívánok nektek a következő hetekben is a piacon. Találkozunk valamelyik webináriumunkban, vagy itt a harmadik kerületben, a Polgár utca 8-10 alatt, a Portfolio Trader Akadémián. Sziasztok! Portfolio Trader. Kereskedjen a legjobbakkal!